Főigazgató asszony, a mai napon súlyos döntés hozott Tapolcáros önkormányzata, ami nem csak az önkormányzat gazdálkodására nézve egy változás, de a kórház életében is változást kell, hogy jelentsen. Hogy jutottunk el a mai napig? Ahogy a nézők is megértsék, ez a KDOP-s pályázatot érinti, ami gyakorlatilag a folyamat 11-ben indult, ahhoz, hogy ez a pályázat megvalósuljon, és ami az, arról az épületről beszélünk most, ami átadásra került ez év júniusában, a rehabilitációs osztálynak az épülete, ahhoz, hogy ez az állami forrás mellé az önkormányzatnak 10% körüli önköltséggel kellett részt venni, ahhoz, hogy ez a pályázat megvalósuljon. Miután itt az építési kivitelezésre több ajánlat érkezett, és az ajánlatok közül is a legkevesebb, tehát a legkedvezőbb, a kórház számára a legkedvezőbb sokkal több volt, mint amennyi rendelkezésre állt, ezért az állam hozzátette kb. 150 milliós építéshez szükséges hozzájárulást, és az önkormányzat pedig ezt a 10% önköltséget megtudta, tehát így eddig 66 millió forintról 77 millió és önköltséggel támogatta a korábbi önkormányzat és a mostani önkormányzat is a rehabilitációs épület, tehát ezt a KDOP-s pályázatot, a rehabilitációs épület el is készült. Most arról született döntés, hogy ebből a 77 milliós önköltségről az önkormányzat támogatását kifejezve aláírtunk egy megállapodást, amit azt hiszem, hogy ez év májusában került aláírásra. Abban ennek a költségnek az 50, ebből a költségből kb. 50 millió forint az építész, az orvos gépműszerekre, tehát eszközbeszerzésre volt elkülönítve, illetve állt rendelkezésre, és 27 millió körüli összeg pedig építésre. Úgy néz ki, hogy el is tudtunk számolni az építéssel kapcsolatban, az eszközbeszerzéssel kapcsolatban pedig ebből az 50 millióból megmaradt 11 millió forint, amit a tervek szerint, és ezt a májusban aláírt támogatási szerződést, amiben az önkormányzat kifejezte azt, hogy ezt az önköltséget biztosítja, erről a 11 millió forintról szerettünk volna egy tálcás étkeztetést megvalósítani a kórházban, de ez nem hiúsult meg, és erről a 11 millió forintról döntött most a képviselőtestület, hogy vissza kell utalnunk teljes egészébe a kórháznak, mivel ezt mi nem olyan jól gazdálkodtunk, hogy nem használtuk fel, vagy mi írásba leírtuk, hogy milyen eszközökre lenne szükségünk ahhoz, hogy a kórházban nem csak a fekvő, hanem a járóbetegek diagnosztikájához és terápiájához hozzá tudjunk járulni. Erről az összegről szerettük volna, hogyha pozitív elbírálás alapján megszavazza nekünk a képviselőtestület a 11 milliós eszközbeszerzést. Ebben az összegben informatikai eszközöket szerettünk volna vásárolni, vagyis ebből az összegből, ami valóban nem a KDOP pályázathoz kapcsolódik szorosan, de az nekem, mint intézményvezetőnek azt kell néznem, hogy a kórház működése és a járóbeteg szakellátás működése is folyamatos legyen, és biztosítva legyen, és ott is fejlődjön. És ez az informatikai eszközök részben a megújult informatikai hálózatunk kiegészítéseként szolgálnának, részben pedig a pályázat, egy másik pályázatban a digitális radiológiai eszközparknak a kiegészítésére, ahhoz képerésütők beszerzését, számítógéppark bővítését, szünetmentes tápegységet, tehát szerver beszerzését jelenteni, amit értsenek a lakosság, hogy ezek az új röntgenberendezések és az ultrahang, hogyha áramszünet van várhatóan, akkor ez a szünetmentes tápegység tovább biztosítaná, hogy ne kelljen mindig kikapcsolni, bekapcsolni a gépeket, hanem tovább gyakorlatilag folyamatosan tudnának a szolgáltatást biztosítani. Tehát a 11 millió forint egy részét erre költöttük volna, a másik részét pedig 12 kórtermi ágyat szerettünk volna, miután az új pályázatba a fennmaradó 20 ágy kerül elhelyezésre tüdőgyógyászati osztályról, ami így krónikus belgyógyászati ágy néven fut a projektbe, mert ott nem lehetett rehabilitációs ágyként ezt betervezni, és nem is volt rá
költségvetés elkülönítve, és a harmadik összeg, amiről végül is döntés született, hogy abban egyértelműen támogatja az önkormányzat a kórházat, egy endoszkópia, egy vastagbéltükröző berendezés, ami közel 5 millió forint. Azért hívtak meg a rendkívüli testületi ülésre, mert szerettük volna azt kérni, hogy az önkormányzattól szerettem volna azt kérni, hogy a kórház rendelkezésére ne csak azt az 5 milliós kolonoszkópot, hanem az összes többi, tehát a felmaradó 6 millió részt is szíveskedjen az önkormányzat a kórháznak biztosítani. Nekünk nagy szükségünk lett volna ezekre az eszközökre, ami azért a korszerű betegellátáshoz kellett volna. Örülünk ennek, hogy ebbe az önkormányzat támogatta a kolonoszkópiával a kórházat, és meg is köszönöm az önkormányzatnak. Én elmondtam ezt a képviselőtestület tagjainak, hogy mire lett volna szükségünk, és mire tudtuk volna ezeket az eszközöket felhasználni. Azért jó lett volna, hogyha ezt megszavazza nekünk az önkormányzat és a képviselőtestület tagjai is, mert ezt a pénzt november 30-áig el kell költenünk, és a beszállító cégek, akik amúgy is hozzák ezeket az eszközöket, az ágyakat a másik pályázatban, mert ott is már úgy állunk az informatikához, szerettük volna, hogyha ezzel együtt ezek megérkeznek, és az önkormányzat felé is ezt el tudjuk számolni. Ez így nem támogatták, nem, én ennek is örülök, hogy ez a kolonoszkópia támogatásra talált, és erről szólt most ez a rendkívüli testületi ülés. Képviselő úr, a mai testületi ülés egy kicsit parázsra, nem is kicsit parázsra sikerült, és ennek hát a kórház támogatásán a kórház támogatásával kapcsolatban voltak olyan kérdések és olyan válaszok, amik sokszor hát tényleg a személyeskedést kimerítették abszolút. Amivel indokolt a város vezetése, hogy miért nem adja oda ezt a 11 millió forintot, az az, hogy közel ennyivel tartozik a kórház a Tapolcaváros cégének, a közétkeztető Kft.-nek. Mi újság van ezzel a tartozással? Tehát ugye nem csak a közétkeztető Kft., hanem a városgazdálkodási Kft., tehát mint távfűtés tekintetében, illetve a közétkeztetőben pedig a kórház étkeztetés tekintetében van szerződésünk. Ugye ez a finanszírozási gondokkal küld, tehát ez küzd a kórház, ugye ez ismert mindenki előtt, ez nem mai keletű, ugye ez a korábbi időszakban is, és most is fennáll sajnos. Ugye az elmúlt időszakban megtörtént egy konszolidáció, amiben gyakorlatilag ezek a terhek lenullázódtak, de természetesen azóta ezek a finanszírozási gondok némileg csökkentek ugyan, tehát nem olyan nagyságrendűek, mint a korábbi időszakban voltak, de továbbiakban is fennálltak. Ugye itt az egyeztetés folyamán mi október közepén találkoztunk a város vezetéssel, és akkor egy megállapodás született, szóbeli megállapodás, amiben azt vállaltuk mi, ismerve a finanszírozási helyzetünket, hogy egy Viszmajor támogatásból, illetve egy második körös konszolidációs forrásból a akkor éppen fennálló tartozásunkat, ami körülbelül 10 millió forintos nagyságrendű volt, ugye szeptember 30-ai állapotnak felelt meg, október 31-ig a kórház rendezi. Ugye természetesen mi ennek megfelelően a papírjainkat elkészítettük, beküldtük a felettes szerveinknek az egyiket ugye az AEG-hez, az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz, a másikat pedig az EMMI-hez, tehát az Emberi Erőforrások Minisztériumhoz, mert ő a finanszírozó. Sajnos a mai napig nem kaptuk meg ezeket a forrásokat. Természetesen én ezt már a múlt héten, tehát még október 31-e előtt jeleztem alpolgármester úrnak, hogy nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni átutalni október 31-ig a 10 millió forintot. Ugye időközben megkaptuk a havi finanszírozásunkat, ami most ugye november hónapban 62 millió forint nagyságrendileg. Ebből ugye kifizettük a béreket, illetve azokat az aktuális fizetni valókat, amit a kórháznak teljesíteni kellett, és tulajdonképpen most a járulékból előlegeztük meg ezt a 10 millió forintot. Én napi kapcsolatban vagyok az AEK, illetve az EMMI illetékes embereivel, szakembereivel, akiknél van a mi
átutalásunk, vagy a szerződésünk. Ígéret van rá egyébként, hát már múlt hét végére ígérték, sajnos nem jött meg, még a mai napig sem a forrás. Én bízom benne, hogy a hónap közepéig, tehát amire nekünk a járulékokat el kell utalni, megjön, hiszen akkor vissza tudjuk tenni, vagy vissza tudjuk pótolni ezt az összeget. Tehát a mai napon egyébként tehát az étkezési Kft-nek is, és a VKFT-nek is a számlájára, jóváírásra kerültek ezek az összegek, tehát nagyságrendileg. Most per pillanat a megállapodásunk szerint nincs tartozás, természetesen ugye folyamatosan veszük igénybe ezt a szolgáltatást, tehát a következő hónapokban ugyanezek a problémák fel fognak merülni, és én azt az ígéretet tettük a polgármester úrnak, illetve a polgármester úrnak, hogy nyilván úgy, ahogy eddig, tehát fontossági sorrendben mindig szem előtt tartjuk mi, ismerve a cégeinknek a helyzetét, hogy a lehetőségeinkhez mérten a finanszírozásba előre vesszük a közétkeztető, illetve a Városgazdálkodási Kft-nek az utalásait is. Arra való tekintettel tehát, hogy most gyakorlatilag kiegyenlítették a város cégei felé a tartozásukat, kérte egy módosító indítvánnyal azt, hogy fogadja el a testület, hogy ezt a 11 millió forintot felhasználhassa a kórház által kért célokra, nem sikerült átvinni ezt a módosító indítványt. Mi a véleménye a mai döntéssel kapcsolatban? Hát, egy kicsit szomorú vagyok. Ugye ez 2011-ben kezdődött ennek a 77 milliónak a sorsa, ugye akkor még 63 millióval kezdődött, azt hiszem, és akkor 2014-ben, amikor kiderült, ugye a pályázatban még szükség van valamennyi önerőre, akkor emeltük föl 2014 májusában 77 millió forintra ezt az összeget, akkor meghatároztuk határozati javaslatban, hogy ebből 50 millió eszközfejlesztésre, 27 millió pedig az építési részre kerül meghatározásra. Ugye amikor a szerződés aláírása került, ez már az új önkormányzat idejében volt, ugye 2015 májusában, akkor mellé lett téve, hogy tulajdonképpen milyen konkrét eszközök kerülnek megvalósításra. Ebben az eszközökben gyakorlatilag majdnem teljes egészében meg is valósult, kivéve ez a tálcás rendszer, a 11 millió forint, ami a nyár folyamán kiderült, hogy úgy az önkormányzat tekintetében, mint a kórház tekintetében ez jelentős beruházási költségeket igényelt volna, illetve a későbbi működtetésben is jelentősen megdrágította volna az étkeztetésnek az árát. Ugye ez a mostani finanszírozási helyzetünket ismerve, a mostanit is nehezen tudja kigazdálkodni a kórház, ezt a közel 30%-a vagy több mint 30%-kal emelkedett díjat pedig biztosan nem tudta volna finanszírozni, ezért úgy döntöttünk kölcsönösen egyébként, hogy ezt a 11 millió forintos eszközfejlesztést nem valósítjuk meg. Ekkor kértük mi, hogy ezt a már korábban ugye a megszavazott 11 millió forintot a kórház más célokra használhassa fel, és ennek ezekre a célokra jelöltünk meg mi tulajdonképpen három kört, ugye a mostani ez a videokolonoszkópot, egy informatikai fejlesztést, amiben ugye szünetmentes tápegységek, a digitális röntgenhez kapcsolódó számítógépek és egyéb hálózatfejlesztési eszközök vannak, valamint a rehabilitációs szolgáltatásra, ami a pályázatban nem fér bele, nem a KDOP-sba, hanem a TIOPOS-ba, 12 darab kórtermi ágy vásárlását céloztuk meg, hogy ezzel gyakorlatilag további fejlesztéseket tudnánk megvalósítani. És ugye itt a polgármester úr javaslata csak ez a videokolonoszkópra szorítkozott, és én ezért kértem a módosító indítványként, hogy szavazzunk erről. Ugye itt jó néhány képviselő van, aki a korábbi döntésben is részt vett, és akkor tudta támogatni, és azért kértem most név szerinti szavazást erre, hogy gyakorlatilag már itt nem történt mást, hogy a mostani képviselő testület gyakorlatilag a korábban megszavazott 11 millió forintot elvonta, és ebből 4 millió forintot szavazott csak meg a mostani videokolonoszkóp fejlesztésre. Tehát ez a döntés egy picit elszomorít. Én úgy gondolom, hogy azok, akik eddig a kórházért küzdöttek, ellenzéki képviselőként még az elmúlt időszakban, gondolok itt a Jobbik és MSZP képviselőire, azok most gyakorlatilag a kórház ellen szavaztak, hiszen mindenki a népszerű szavazásnál egyértelműen nemmel szavazott. Ugye a mi négy képviselő társunk, vagy magammal együtt szavaztuk meg, tehát így tulajdonképpen ez a módosító indítvány nem tudott átmenni, és maradt az eredeti határozati javaslat. Nyilván én ennek is örülök, hogy legalább ez a 4,5 millió forint megmarad, de még jobban örültem volna, és úgy gondolom, hogy a város lakossága is, ha mind a 11 millió forintot sikerült volna megszavaztatni.
Az én nevem ugye sokszor felmerül, hogy most kórházmentő vagy nem kórházmentő státusz kaptam most a képviselőtestületi ülésen. Támogatási forrás kapott a kórház ugye a kolonoszkópra, amit már megvásárolt és amely már működik, tehát ez egy ilyen utófinanszírozott támogatás. Azt tudni kell, hogy az önkormányzatnak van egy olyan rendelete, ami alapján, hogyha egy KFT önkormányzati cég felé, vagy akár nevezzük ugye a kórház, mint állami cég, az önkormányzat felé tartozás halmoz fel, abban az esetben támogatási forrás nem adható neki, amíg az ki nem egyenlít itt. Véleményem szerint a polgármester úr, illetve a képviselőtestület egy gesztus gyakorolt, hogy annak ellenére, hogy jelen pillanatban is van fennálló tartozása a kórháznak a diákétkeztetővel, illetve a távfűtőmű céggel szemben, ennek ellenére 4,5 millió forintos támogatást nyújtott egy olyan eszközre, amely egészségi szűrést tud végezni a vastagbél megbetegedéseinek a szűrésére. Az, hogy kinek az álláspontján állok, hát mindig is elsősorban a dolgozók álláspontján álltam, én mindig is. Tehát hogyha végignézik azokat a videókat, amik az előző években megszülettek, én mindig a dolgozók érdekeit néztem, és őket védtem. Amikor az ő érdekük már úgymond kikerült a látókörből, mivel a munkahelyük megmaradt, amit ugye a Medicis Kft. Akart megszüntetni, az a Medicis Kft., akit az önkormányzat hozott itt megmentő angyalként, úgymond, akkor a kórház ágyai kerültek veszélybe. Én kértem akkor is az akkori képviselőtestületet, hogy segítsenek ebbe. Valóban, tehát itt elhangzott olyan, hogy ők nem szavaztak az aktív ágyaknak az elvesztéséről, viszont a Semmelweis tervet, ami ezt tartalmazta, azt ők megszavazták. Tehát a kistérségi kórház funkcióját ennek a kórháznak megszavazták az egyenlő az aktív ágyak elvesztésével. Szóba került az a mai testületi ülés, amit a Polcáváros önkormányzata az, aki mindig teljes mellszélességgel állt ki a kórház mellett az elmúlt 25 évben, de ebből a felelősségvállalásból az ellátottakat képviselő többi önkormányzat, aki itt van Tapolca körül, nem vette ki a részét. Esetleg képviselő úr tud ebben segítséget nyújtani, hogy a ma meg nem szavazott tételek akár az ő segítségükkel mégiscsak a kórházhoz kerüljenek? Így van, ez egy nem is aktuális, ez egy nagyon régi probléma. Ez ugye Ézsai Ferencnek a szava, vagyis a neve itt elhangzott ezen a testületi ülésen. Már ő is felvetette, hogy ez régen nem Tapolca város kórháza volt, hanem Tapolca és Sümeg térségnek a kórháza volt, sőt, még megyén kívülről is jöttek ide betegek gyógyulni, és úgy gondolom, hogy a régebbi időszakban, hogyha visszanézek 15 évet, akkor is a terheket, a gondokat az Tapolca város mindenkori képviselőtestülete ugyanúgy, ahogy jelen pillanatban is, Tapolca város képviselőtestületére hárul. Nagyon tetszett polgármester úrnak az a kijelentése, hogy bízik benne, ugye az igazgatóasszony is elmondta, hogy ez nem csak tapolcai betegeket szűrését oldja meg ez a kolonoszkópos, hanem a Sümeg és térsége. Én úgy gondolom, hogy Sümeg térségének, illetve Tapolc térségének is nagyobb önkormányzatainak erejükhöz képest, hogyha hozzá tudnak ez a fejlesztési forráshoz járulni, akkor gondolom még több fejlesztési forrás kerülhet a kórházhoz, nem csak a fennmaradó közel 7 millió forint, hanem adott esetben akár 15 vagy 20 millió. Ez egy gondolatébresztő volt, ez a képviselőtestületi ülés. Ugye az embernek össze kell gyűjteni azokat a tapasztalatokat, illetve azokat a meglátásokat, amely nem csak egy jobbikos képviselő, egy önkormányzati képviselő, vagy esetleg egy kívülálló fejéből kipattan, ezeket össze kell gyűjteni, magáévá tenni, és ezt alkalmazni. El fogok menni Sümegváros polgármesteréhez, ugyanúgy elmegyek Baracsony-Tomaj polgármesteréhez, véleményem szerint nyitottak lesznek a kérdésre, el nem fogják vetni. Az megint más kérdés, hogy az anyagi képességeik ezt megengedik-e maguknak. De ha magukénak érzik ezt a kórházat, és tenni szeretnének a jobb járóbeteg, mert most járóbeteg szakellátásról beszélünk, illetve járóbeteg vizsgálatról, hogy annak a fejlesztése érdekében bizonyos pénzeszközöket ide tudnak mozgatni Tapolca kórházához, ami állami kórház, akkor ez a forrás, ez bővülhet, ez nem csökkenni fog, ez bővülni fog. Hát igen, ez egy parázs képviselőtestületülés volt, de körülbelül ilyen hangulatúra is számítottam, bár azt gondolom, hogy alapvetően a meghozott döntések egyhangúsága, mert hogy ellenszavazat nélkül fogadtuk ezt a két határozat javaslatot, ami az előterjesztés tárgya volt, azt gondolom, mégis azt mondotta velem, hogy konszenzus alakult, vagy konszenzus volt már eleve, amikor a terembe beléptünk a kérdés körébe. Jelesül, hogy a kórház
azt a 66,5 millió forintos támogatási megállapodását úgymond zárjuk le, illetve azt, hogy plusz még egy 4,5 millió forintos eszközbeszerelést egy új támogatási szerzés keretében támogassunk, biztosítsunk, hiszen egy fontos cél, azt gondolom, az, ami az eszköz ide településével meg tud valósulni. A vita inkább, illetve a parás hangulata az nem is konkrétan az előterjesztéssel kapcsolatban alakult ki szerintem, hanem a kórházzal kapcsolatban, és itt különböző képen értékeltük, én azt gondolom azt, hogy az elmúlt időszakban kinek milyen szerepe volt, és kinek milyen megnyilvánulásai voltak a kórházzal kapcsolatban. Ez a része, elnézés, hogy így jellemzem, de szinte mindenki a saját szerepkörét próbálta, az aktuális szerepkörét eljátszani. De nekem az a fontos, hogy alapvetően pozitív döntést hoztunk. Tehát az, a többi az ilyenténképpen már, hogy túl vagyunk rajta, egyébként is mellékes. Egyébként én szeretem a vitát, szeretem azt, hogy sok érv hangzik el. Én azt gondolom, a vitában alapvetően a tények és a logika kell, hogy meggyőző erővel bírjon. Több olyan hozzászólás is volt, amiben én ezt kiéreztem. Ilyenténképpen így utólag is azt mondom, hogy szeretem az ilyen hangulatú testületüléseket. Elhangzott az ülésen az, hogy ezt a 11 millió forintot már korábban elfogadta a testület, és most ezt akárhogyan nézzük, ezt megvonta a kórháztól, illetve egy részét adta csak oda. Ez megvonás? Én sokkal optimistában állok ez a kérdéshez. Én azt gondolom, hogy volt egy korábbi testületi döntésünk, ez egészen pontosan 2014. május 19-én hozta a képviselőtestület. Akkor egy legfeljebb 77 millió forintos támogatásról döntöttünk. Ennek szellemében ugye ez év májusában megkötöttet egy támogatási megállapodás a kórház és az önkormányzat között. Ez időközben ugye részben végrehajtódott. Azért mondom, hogy részben, mert a tárcás étkeztetés, mint támogatott cél, az egy augusztusi közös döntés okán nem valósult meg. Ennek az összegnek a felhasználásáról indult egy párbeszéd a kórház vezetése és az önkormányzat között. Ezt zártuk le szerintem a mai testületi döntéssel, ami azt jelenti, hogy ez az eddig felhasznált 66 millió forinttal ezt letudott dolognak tekintjük, és amit egyébként a kórház pluszban megfogalmazott igényeket, azokat pedig áttekintve döntöttünk amellett, hogy akkor abból egy tételt, egy 4,5 millió forintos tételt pedig támogatunk. Tehát én inkább ezt látom, ebben nem azt látom, hogy megvontunk, hanem adtunk szerintem egy jelentős, egyszer egy 66,5 millió forintos támogatást, és most pedig döntöttünk arra, hogy még 4,5 millió forinttal egy eszközbeszerzést is támogatunk. Az ön szájából hangzott el az, hogy gyakorlatilag a kórház és az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll, és ez a folyamatnak egy része volt ez a mai napi döntés, de ez a folyamat nem áll meg. Tehát lesznek még hónapok előttünk, évek előttünk, amikor Tapolcáros önkormányzata tud gondoskodni a kórházáról, és tud hozzátenni a kórház működéséhez. Igen, én azt szeretném volna jelezni, hogy abból a három célból, amit a kórházvezetése megfogalmazott kérésként az önkormányzat felé, ebből most egyre találtunk forrást, hogy azt támogatjuk, de azt szerettem volna jelezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve az önkormányzat kivonul a kórház mögül, továbbra is ott vagyunk, és azt gondolom, továbbra is megvan bennünk az a szándék és készletés, hogy a költségvetés lehetőségei keretein belül, de támogassuk a kórház fejlesztési törekvéseit, hiszen az látszik, hogy a napi működtetés is problémát okoz jelen pillanatban, de remélem természetesen, hogy a jövőben azért ez megoldódik, de a fejlesztési források előteremtése az vagy pályázati forrásokból lehetséges, vagy pedig önkormányzati hozzájárulásokból, és ebben mi Tapolca önkormányzat továbbra is szeretnénk, hogy úgy mondjam, egy fontos szereplőként megjelenni. Egyébként a vitához még annyit, hogy megint csak egymás közötti párbeszéd során én jeleztem a kórház vezetésébe, hogy azon célok közül, amiket ők megjelöltek, ha nem is költségvetési forrásból, de mi szeretnénk egyébként forrásokat teremteni arra, hogy azok is megvalósulhassanak belátható időn belül. Polgármester úr, mi indokolta a mai testületi ülés rendkívüli voltát? Rendkívüli voltát az indokolta, hogy a kórház főigazgató asszonya kérte tőlünk, hogy a támogatási szerződésünk módosítását képviselőtestületi hatáskörben is tárgyaljuk. Nem lett volna kötelező, tehát a szerződés működés szabályzatunk, illetve az önkormányzat működését szabályozó törvények nem tették ezt kötelezővé, de mégis úgy gondoltam én magam is, és jó pár képviselő is, független attól, hogy hol politizálnak, hogy indokolt, hogy ezt képviselőtestület ülésen alaposan megtárgyaljuk.
Polgármester úr, a parázsvitát nyilván a kórház támogatásáról szóló napirend váltotta ki. Többször elhangzott a Sólyom képviselő úrtól is például, hogy dacból született ez a döntés, és bosszúból. Hát volt ebbe dac, volt ebbe bosszú. És itt természetesen az elbontott kórházi épületre gondolnak, amit a Pozsony város önkormányzata hiába kért. Itt külön kell választani az érzelmeinket, és külön kell választani a törvény adta és a szabályok adta lehetőséget. Hiszen Tapolca város képviselőtestülete a közvagyonból, Tapolca város pénzügyi forrásaiból csak olyan szervezetet, magánszemét vagy egyesülést támogathat, aki nem tartozik Tapolca városának. Ebben a pillanatban a kórház tartozik Tapolca város cégei felé, tehát mindenképpen az eddigi támogatási szerződésünket át kellett gondolni, hiszen a törvény erre kötelez minket. Ezt tettük meg, és a kórház által benyújtott igényeket is figyelembe véve mi adtunk egy nagyon fontos kolonoszkópos eszközt, azt már egy új támogatási szerződés keretében, hiszen az előbbiben az említett okok miatt nem lehetett adni. Polgármester úr, a kórház és az önkormányzat kapcsolata hát nem új keletű, hogy nem jó. Lát-e valamiféle reményt arra, hogy ez megváltozzon, hogy egy kicsit nyissanak mindketten egymás felé? A részünkről látok, hiszen az a támogatási szerződés, ami most a képviselőtestület áldását vagy jóvágyását megkapta, ez is egy adható opció volt, és mi adtunk. Tapolca városa az elmúlt sok-sok év alatt, mikortól mondjuk azt, hogy állami tulajdonúvá lett az intézmény, a kórház, Tapolca városa sokszor erőn felül vállalt támogatást a kórházzal szemben. A kórház minden jellegű törekvését, bővülését a Tapolca város képviselőtestülete a költségvetésével is támogatta. Most is ez történt. Sőt, a már oly sokszor elhangzott 66 millió forintos beruházási támogatás mellett mi még egy csomó mindent megcsinálunk a kórház területén, ami egyébként nem lett volna kötelező nekünk megcsinálni, közműleválasztás és a többi, és a többi. De ezt megcsináltuk, hiszen annak ellenére, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kórházat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ működteti, és a magyar állam a tulajdonos, annak ellenére mi még mindig, én magam is úgy érzem, hogy ez Tapolca intézménye. Ugyanakkor a menedzsmentek között van elég meredek nézeteltérés bizonyos ügyeket illetően. Na, innét jön már az érzelmi kérdés, és innét jöhetnek az erkölcsi és etikai hozzáállást oda-vissza firtató kérdések. Úgyhogy én magam részéről azt tudom mondani, hogy én mindenkivel barátságosan próbálok kapcsolatot kialakítani, de egy valamit ne felejtsünk el, én magam nem emelkedhetek fölül a viszonosság elvén, tehát hogyha valaki engem nem akar szeretni, vagy ezt a vezetést nem akarja szeretni, hát azt én készséggel el kell fogadjam, és belátom, hogy ők nem akarják például, hogy Tapolca város egy 100 millió forintot érő ingatlanban oda való tevékenységet folytasson, ezért lebontották. Fájó szívvel bár, de megértettem, hogy ők így látnak, ők így éreznek. Ehhez képest mi újra adtunk. Polgármester úr, az önkormányzati támogatásból megmaradt 11 millió forint, amiből most 4,5 milliót kaptak kolonoszkópos berendezésre a kórház. A fennmaradó részről úgy nyilatkozott polgármester úr a testületi ülésen, hogy 1000 helye van ennek a pénznek. Mire fogja elkölteni Tapolca város önkormányzata az itt maradó részét ennek a támogatásnak? Most, mivel egy szabadon felhasználható pénzeszköz, ezért hát ez tényleg 1000 vagy sok 10 000 helye lehetne, de ami hasonló jellegű és hasonlóan érint minket, örömteli hírről számolt be nekem 2 héttel ezelőtt Tapolca város rendőrkapitánya. Remélem, hogy nem tőlem tudja meg most a széles nyilvánosság, de hogyha tőlem, akkor így is jó, és majd a kapitány úr is elmondja, hogy kívül belül megújul a tapolcai rendőrkapitányság, egy energetikai és építészeti modernizációt hajtanak végre, tehát kívülről kicsinosítják, rendbe teszik az épületet, lecserélik az ablakokat, belülről is rendbe teszik, de ott sem elegendő mindenre a pályázati forrás. Éppen ezért ők kérték, hogy
a berendezéseket, használati tárgyakat és egyéb olyan eszközöket, ami a pályázatban nem fér bele, lásd a kórház esetében is, mi valamilyen módon támogassuk. És egyaránt fontos az, hogy jó közbiztonság, jó vagyonbiztonság legyen a városban, mint ahogy az egészségünk is fontos, és éppen ezért mi a rendőrkapitányság mellé is odállunk, és igenis részt fogunk venni a rendőrkapitányságnak a kicsinosításában. Hát többek között én azt gondolom, hogy ide is kerülhet ebből a pénzből, és abban bízom, hogy itt nagyon sok minden elhangzott a képviselőtestület ülésen, Tapolca és a kórház viszonylatában. De főigazgató asszony szájából elhangzott, hogy hát ez nem csak Tapolca érdekeit szolgálja ez a kórház, környező települések Sümeg érdekeit is. Sümeg jól beágyazott elméletileg a jelenlegi kormánynál. Nagyon várom, hogy hasonló nagyságrendben, de mondjuk azt, hogy lakosság arányosan mutassa meg, hogy Sümeg is, hogy odaáll Tapolca mellé, hiszen mi hagytunk helyet az asztalnál. Jöjjenek, finanszírozzák ők is, és remélem, hogy Sólyom Károly képviselő, Marton képviselő, Császár képviselő úr elsőként keresi meg a fideszes városatyákat Sümegen. Fiúk, hát látjátok, hogy mi hogy csináltuk, csináljátok ti is így. És hogyha ez így történik, akkor mindenki boldogabb lesz.